Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez a Zárt Osztály Podcast 147. adása. A mikrofonnál Charles Tatler és Ünyi mert már megint nem sikerült más vendégeket behozni. Sebb hajtánat, ebből is rövid adás lesz. Vájtfői hallgatóink észrevehették, hogy kicsit megváltozott a hangom, méghozzá azért, mert éppen egy új dinamikus mikrofont tesztelek, tehát nagyon szívesen várok visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy tetszik-e ez a megváltozott hangszín ahogy térjek vissza az előző kondenzátoros mikrofonra. Az én hangom is meg fog változni. Valamennyire biztos arra is lesz kihatása. Az jó, mert a boltban már sokszor megjegyezték, hogy hallottak az interneten. Na, várjunk bele, miről akartam most mondani valamit? Először szerintem kezdjünk a Teslával. Meg volt a nagy Tesla D, és ebben az évben is hoztak pár olyan újítást, amire a világon semmi szükség nem volt. Például kisétált a színpadra az Optimus első verziója, ami nagyon hasonlított a Terminátor egy film végében bemutatott robotemberhez, hiszen nem volt rajta semmiféle burkolat. Pucser volt. Igen, Süni néni. És kilógott neki a minden ott. Igen, lógtak belőle mindenféle drótok. Foly. Bár már egy éve belet jelentve, Állítólag az utóbbi fél évben kezdtek ténylegesen a fejlesztésével foglalkozni. Olyannyira, hogy a múlt héten látott napvilágot az a hirdetés, amelyben robotprogramozók felvételét hirdette meg a Tesla, bárki bármilyen szintű tudással jelentkezhet hozzájuk. Persze semmiképpen nem szeretném lebecsülni azt, ami irányba tartanak, hiszen a tervek szerint az Optimus-t ugyanazok az AI, képessége fogják vezérelni, ami az Tesla önvezető autókban van. És akkor nekik ezt a hét alatt kell volna kifejleszteni Hát, ha az egyetemről hozták magukkal a robot tudást, akkor valószínűleg még annyi se kellett hozzá, hiszen a demo során annyit tudtak csak bemutatni, amennyit általában egy egyetemi projekt tud kiköpni magából. A robot besétált a színpadra, felemelte a feje fölé a kezét, leengedte, majd lesétált a színpadról. Musk ezt úgy apostrofálta, hogy nem szerették volna, hogyha mindenki előtt pofára esik a robotuk, amire azért elég nagy esély volt a jelenlegi fejlettségi fok miatt. Azért még nem kell őket persze leírni. A cég olyan platformot kezdett kialakítani, amely a Tesla autóból származó mesterséges intelligenciát és energetikai képességeket ötvözi, így egy 2,3 kilovattos akkumulátorcsomag van benne, valamint a Tesla által fejlesztett AI, amely a későbbiekben azért várhatóan elég nagy sebességgel elkezd fejlődni. Magától. Természetesen nem. Ennek a fejlesztését is a továbbiakban Elon Musk fogja finanszírozni, ami elég sokba fog neki kerülni, hogyha tényleg el akar jutni addig, hogy ez a Bumble C, ha-ha-ha, ugye Bumble B nevű Transformernek az átnevezéséből származik. Persze sokat kell még fejleszteni, hogy ebből egy Optimus Prime legyen. Tehát ez a robot jelenleg még messze áll attól, hogy fölemeljen egy 10 kg zsákot, szerszámokat használjon, vagy akár a kisebb tárgyak megfogására alkalmas legyen. Nyilván ez még csak az első generáció, és a későbbiek még hozni fogják magukkal az újdonságokat. Persze, attól is eléggé messze van, hogy a maszk által megcélzott 20 ezer dolláros árcédula kerüljön ezekre a robotokra, így a Tesla autóknál lényegesen olcsóbban beszerezhetővé válhatnának ezek a robotok. Feltéve, hogy ezek egy teljes embernek a, a munkáját át tudják venni, 20 ezer dollár nem is tűnik soknak. Ha csak nem egy ö, éves, bérleti díjas konstrukcióba adják ezeket az robotokat a vásárlóknak, és kibír két-három évet, akkor egy ö, hasonló képességű betanított munkás éves béréért akár több évre is meg lehet őket szerezni, ráadásul kevesebb probléma van vele, nem mond fel, és ezzel például az Amazon is be tudja pótolni azt a munkaerőpiaci hiányt, amit két év múlvára jósoltak a szakértőik. Roboton kívül volt valami érdekesség? Igen, ismét feltűnt a hat, láthatáron a Cybertruck, amit még legeslegelső adásunkban megénekeltünk, és ha nem is tenger alatt járóvá, de úgy néz ki csónakká alakulni, fog tudni. Mint egy transformer. Nem, valójában csak vízálló lesz annyira, hogy kisebb ö, folyókon, patakokon úgy át tudjon úszni, hogy eközben nem ázik meg a benne ülő cipője. Méghozzá ez azért, mert a SpaceX bokacsikai és a South Padre szigetén levő támaszpontja között szeretne ezzel maszk átkelni a vizen. Hát kiváló ötlet, várjuk, hogy át tudjon alakulni tengeralattjáróvá is. Figyelembe véve, hogy a Tesla Y modelljének a tulajdonosai már elég sokszor panaszkodtak arra, hogy az első csomagtartójuk gyakran beázik, nem biztos, nem állunk távol attól, hogy valóban Cyber Submarine-ek lepjék el a bokkacsikai öblöt. Persze lehet, hogy Musk ezzel csak válaszolni akart a Riviannak a Twitteren közített videójára, amiben az ő elektromos terepjáróik rendes gázló medencén hajtanak át, amivel ellenőrzik, hogy valóban képesek, ha jól láttam, 80 centi mély vizen áthaladni ezek az elektromos terepjárók. Természetesen nekem elsőként az a korábbi adásunk ugrott be, amelyikben arról beszéltünk, hogy az elektromos rollerek közúton történő használata során, ha azoknak ki kell menniük a járdaszegély mellé, akkor bizony-bizony víz alá kerülhetnek bizonyos szakaszokon, ami nem biztos, hogy jót tesz az elektronikának. Minden esetre a villanyautók esetén is eléggé tartanék attól, hogy rövid zárlat miatt egy terepjárómmal jéghideg vízben rekedek. Ha már így szóba jöttek a korábbi adások, akkor nem mehetek el amellett a hír mellett sem, hogy a hangzatos nevű Brelion végre utolérte a gondolkodásunkat a virtuális monitorok terén. A VR szemüvegekkel kapcsolatos beszélgetéseink során felmerült az, hogy ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy tőlünk távolabb levő képernyőket vetítsenek magunk elé, és akár 360 fokban körénk vetítheti irodánk összes monitorát. Persze ennek már a Hídnyugatra podcastban is előjött a hátulütője, méghozzá az, hogy hiába van az emberen egy 3D szemüveg, ha nem látja a saját kezét, nem tudja, hogy hol vannak a perifériák, amiket használni akar, akkor igencsak nehéz ennek a használata, hiszen maga elé nézve az ember csak egy virtuális billentyűzetet lát az kezét meg jó esélye, nem. Ezt a fajta kiterjesztett valóság szintet még tudtommal senki nem ugrotta meg. A Brillion kivetítője egy ö, arcunk előtt elhelyezett, hajlított kijelzőből áll, ami mint egy 3D szemüveg, egy speciális optikai csalódást kihasználva, egy távol levő óriási diszplének tűnik. És ez mire jó? Lényegesen kisebb helyen egy hatalmas munkaterületet lehet kialakítani, miközben még az ember szemese se fárad annyira, ráadásul, mivel kisebb az eszköz, mint egy hagyományos monitor, még kevesebb energiát is fogyaszt. És ez tévének használható? Hát, akár egy tévét is meg lehet rajta jeleníteni. Akkor kérek egyet az odlomba, mert már nagyon kásás a Junosz-képe. <laughs> És úgy nem szeretem nézni a szomszédokat. Hát ez a technika még nem igazán kapható, még csak a demóegységek készültek el belőle, és nem tudni, hogy mikor fog valaha sorozatgyártásba kerülni, ha egyáltalán. Pedig a kisunokám is örült volna, hogyha nagyobban nézhetné a népmeséket. Így állandóan olvasnom kell neki. Már nem sokáig süni néni, ne aggódjon. Az Amazon Alexa ugyanis nem sokára érkezik azzal a képességgel, amelyet már vizionáltunk feléjük, tehát elkezdtek dolgozni azon, hogy valódi emberek hangfelvételeiből az ő hangjuk szintetizálásával lehessen dívfék felolvasásokat készíteni, és ennek legszámléletesebb illusztrálására azt hozták föl, hogy a már elhúnyt nagymama fog felolvasni az unokájának meséket. De én nem húnytam el. Persze, hogy nem. De amíg az Alexa felolvas, addig Süni is hunyhat egyet. Na, és akkor én meg mire leszek jó? Az Optimus főz, a... az Alexa felolvas. Mit csináljak akkor én? Kötögessek? Vagy már arra is lesz robot? Persze, Süni Arra már régen van. A banánújú emberes epizódunkban pont erről beszéltünk. Persze a Deepfake nem csak a mese felolvasásra, hanem létező színészek hangjának a visszaadására is teljesen alkalmassá válik. A Darth Vader ikonikus hangját kölcsönző James Earl Jones 91 éves korában úgy döntött, hogy hivatalosan is átadja egy számítógépnek a sötét nagyúr szinkronizálásának a lehetőségét. Persze a csillagok háborúban már a Mandalorianban, a Boba Fett könyvében is előfordult az, hogy Luke Skywalker hangját Mark Hamill fiatalkori rádió, TV felvételeinek a felhasználásával készített hangmintából állították elő. Ugyanakkor Mark Hamill még kaphat szerepeket, de James Earl Jones a továbbiakban semmilyen formában nem fog megszólalni személyesen, csak éjjájon keresztül. Már volt voltat már a tudomány. Teljesen új hangokat hoznak létre a semmiből. Ha már tudomány, akkor említsünk meg valami teljesen más területet is. Nemrégiben jelent meg egy cikk arról, hogy a technológiai területen dolgozók között igen komoly kereslet van a magasságnövelő műtétekre. Ez egy borzasztó beavatkozás, amelyben az emberek csontcsontját ketté vágják, a csont két vége közé egy titánium csavart erősítenek, majd ezt folyamatosan tekerve húzzák szét a csontot úgy, hogy ahogy az megpróbál összeforni, mindig egy picit széjjelebb nyitják, hogy, hogy egyre távolabb kerüljön a két eredeti vége. Ezzel akár 6 centivel is meg lehet növelni egy ember magasságát. Természetesen iszonyatos fájdalommal járó, hosszú beavatkozásról van szó. A felépülés során a páciensnek végig mankóval kell járnia, illetve kímélnie kell magát. Mm úgyis egész nap csak ülne. Éppen ember, éppen elmével, miért csinál éppen ilyet? Ennek a beavatkozásnak a segítségével a páciensek önbizalmat nyerhetnek, és megnövelt magasságunknak köszönhetően könnyebben juthatnak. Előléptetéshez, fizetésemeléshez, vagy romantikus kapcsolatokhoz. Ezek. De hát egész nap munkát végeznek. Minek nekik, hogy magasabbak legyenek? Nem értem. Ráadásul rájöhetnének már, hogy nem azért nem kellenek a nőknek, mert alacsonyak, hanem mert csúnyák. Ettől pedig csak magasabbak lesznek, tehát távolabból is jól lehet majd látni, hogy nem szépek. Hát kinek jó az? Azoknak az orvosoknak minden bizonyja, akik 70 és 150 ezer dollárnyit zsebelnek be minden egyes beavatkozás után, biztosan jól jön csak a Titán rúd eltávolítása 20 ezer dollárba kerül. Jaj, szegénykék! Kik süni, néni? Hát azok a bitcoinosok, akik befizették az első részleteket. csak biceknek, biceknek a mankóikon! Aztán, ahogy behorpadt a piac, már nem tudják kivetetni se a csavarokat. Nem kéne ezeknek gyűjtést rendezni? Hát, ha gyűjtést kell rendezni, akkor én biztos találnék ennél jobb célokat is. Térjünk is át egy másik tudományos témára. Szereti süni néni a teje? Kisfiam, jegyezd meg a sünik, nem szeretik a tejet. Laktózérzékenyek lesznek tőle. Láttál te már tüskés Ez az, amelyik ilyetében felfújja magát. A halászok szokták kifogni, és egy lufit raknak a belsejébe, felfújják, és akkor ilyen nagy gömb lesz belőle. Úgy szárítják meg, és ezt lehet kapni a tengerparton egy csomó helyen. Na igen, pont ilyen leszek én is, amikor teját szak. Na, hát van egy jó hírem süni néninek. Az Eden Brew nevű cég nemrégiben kijött egy élesztőből készült Tejkészítménnyel, ami úgynevezett precíziós fermentációs eljárással, tehát megfelelő hőmérsékleten, megfelelő ideig történő ö, élesztéssel állít elő olyan tejproteineket, amelyek segítségével gyakorlatilag tehén nélkül a valódihoz teljesen hasonlító tejet lehet előállítani. Mindehez csupán némi ásványi anyagra, növényi zsírra, valamint egy kis cukorra van szükség az élesztő kultúrán kívül természetesen, amitől laktózmentes és vegán is lesz. De kedves kém, felfúvódok az élesztőtől is. Édes fél, aztán joghurtot lehet belőle csinálni? Vagy jó kis aludtáját? Esetleg egy kis kefire? Sőt, sajtot is. Amerikában a Perfect Day vagy a New Culture már ma is foglalkozik azzal, hogy tehénmentes sajtokat, jogurtokat és ékrémeket állítsanak elő. Annyira sikeresek, hogy gyakorlatilag már a boltokban e, megkülönböztethetetlenné válik az általuk készített és a valódi tej származék. Múltkor láttam vágán cipőt is, de hiába főztem, nagyon rágós maradt. Sőnén, a vegán, az azt jelenti, hogy nem tartalmaz állati eredetű összetevőket. Az nem jelenti, hogy ehető. A vegán cipő az műbőrből van. Ezt nem tudtam. Te csünitől nem is vártunk ilyet. De ne aggódjon, az emberekkel is előfordul, hogy megesznek olyan dolgokat, amiket nem kéne. Például vegyük az álmos csirkét. Az álmos csirke az egy olyan TikTok trend, ami ellen az FDA Amerikában figyelmeztetést adott ki, még hozzá azt, hogy nem jó, hogyha a csirkénket a Nickwell nevű köhögés csillapítóban főzzük ki, mert ez a virális TikTok trend nagyon veszélyes lehet az végrehajtóira. Ha nem hallottál még erről a trendről, akkor annak nem az az oka, hogy keveset használod a TikTokot, vagy nem Amerikában élsz, hanem az, hogy valójában nem is volt ilyen. Az FDA egy... Forcsán szennylapon megjelent, 2017-ben megjelent mémet talált meg, és, és az ellen próbálta a fiatalokat megvédeni. Természetesen semmiféle gyógyszer vagy gyógyhatású készítményben kifőzni csirkét nem jó ötlet, sőt más húst se az ilyen készítmények fogyasztását mindig a használati utasításnak megfelelően szabad csak végrehajtani. Persze azzal, hogy meg akarták védeni az embereket, éppen az ellenkezőjét sikerült elérniük, hiszen a már-már elfelejtett ménből újságcikk készült, és tartok tőle, hogy elég sokan kipróbálták már ezt a borzasztó receptet. Az ilyen virális TikTokok egyébként nagyon kellemetlenül tudják befolyásolni a mindennapi életet, hiszen voltak olyan kihívások rajta, amelyek a fahéjjelvű kellemetlenségektől, akár a halálos áldozatokkal is járó önfolytogatásig, a Blackout Challenge-ig terjedtek. Az ilyen trendeket abban a pillanatban, ahogy azonosítják, a TikTok rögtön ellátja figyelmeztető jelzésekkel. Érdekes, hogy az amerikai választások környékén a republikánosok próbálkoztak olyan rossz hírét kelteni az amúgy sem túl jó hírű TikToknak, hogy virálissá vált rajta a pofoszt fel a tanárodat mém, majd ennek a eléggé jól megfizetett reklámnak köszönhetően valóban virálissá vált, aminek sok megpofozott tanár és büntetésbe helyezett diák lett az eredménye. De nézzünk valami kedvesebbet. A Netflixen nem sokára érkezni fog egy Guadetama, An Excellent Adventure című sorozat, amely egy lusta tojás szemszögéből néz a világra a tojás, amely semmit nem akar csinálni, testvére fogad egy csirkét, és együtt indulnak kalandokra, annak ellenére, hogy a tojás igazából soha semmit nem akar csinálni. Ez emlésségesen együtt tudok érezni. Vagyunk így egy páran süni néni. Ez a sorozat csak december 13-án fog a netflix megérkezni, de már alig várjuk. Addig viszont, hogy hallgatóink ne unatkozzanak, mi még számos adással vissza fogunk térni, most viszont búcsúzunk, Köszönöm a pozitív visszajelzéseket a Híd Nyugatra podcastnak, akik visszajelzése és támogatása segít abban, hogy fennmaradhasson podcastunk. Hallgassátok adásainkat Spotify-on, Google Podcast-on vagy iTunes-on, értékeljetek minket öt csillagra, vagy kövessetek minket linkedin Facebookon, Twitteren, vagy csatlakozzatok hozzánk Discordon. És a arrajátok, főzök nektek fén, azt én is kérek. Sziasztok! Sziasztok!